A tavaszi időszakban a katasztrófavédelem is extra erőkkel vonul a szabadtéri tüzekhez. A Tolna vármegyei lánglovagok idén 49 ilyen esethez vonultak, összesen több mint 8 hektárnyi, azaz hozzávetőlegesen 12 focipályányi területen pusztítottak már a lángok. Az egyik az még Simontolnyában történt még február legvégén, itt a külterületen egyébként a nádas gyulladt meg, mintegy 5 hektárnyi területen vált a lángok martalékává. Ide a simontolnyai, valamint a dombovári tűzoltók vonultak. Nemrég pedig április 13-án Tamásiban Csorlányos pusztára vonultak a tűzoltók. Itt mintegy másfél hektárnyi nádas gyulladt ki egyébként. Ide Tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltói vonultak nagy erőkkel, míg mellette Dombovár, valamint a siófoki hivatásos tűzoltók segítettek ezeket a lángokat megfékezni. Itt ami nehézséget okoz sok esetben az, hogy nyilván ezek nagy összefüggő területek, adott esetben tőzeges talajjal, ami azt jelenti, hogy vissza-vissza gyulladó területek is vannak. Nyilván a hagyományos fecskendőkkel ezek kevésbé megközelíthetők, tehát különböző puttony fecskendő és egyéb kézi szerszámokat kell a tűzoltóknak magukkal vinniük, hogy ezeket a tűzeseteket egyébként, vagy ezeket a lángokat így megfékezzék. Ezek a tüzek kialakulhatnak akár kerti zöld hulladékok égetésétől is. A szóvívő a felelősség fontosságára hívja fel a figyelmet. Itt nagyon fontos, hogy mindig legyen egyébként valaki a tűz mellett, aki ezt meggyújtotta, tudja is egyébként kellőképpen azt uralni és irányítani. Nyilván ehhez szükség vannak egyébként kézi szerszámokra, tehát akár egy ásóra vagy egy villára, amivel tudja akár a tűz útját állni, illetve legyen mindig oltó anyag is a közelben, tehát ez nyilván egyszerűen homok, föld, akár egy vödör víz, ezek megint csak legyenek bekészítve, figyeljünk egyébként az uralkodó széljárásra, ezt is tartsuk szem előtt. Nyilván, hogyha ez erősödne ez a szél esetleg, akkor azonnal oltsuk el a tüzet, amit már említettem, hogy mindig legyen mellette valaki, és gondoskodjunk arról, hogy ez már ne tudjon visszagyulladni. A tüzek akár eldobott cigarettacsikkektől is kialakulhatnak, ezért fontos a megfelelő eloltás.